Sziasztok! A most következő pár percben két igazán izgalmas hardvert szeretnénk bemutatni nektek, amelyeket nem régen sikerült beszereznünk. Az egyik a Steam Controller, a másik pedig a Steam Link, de mielőtt kicsomagolnánk őket, röviden foglaljuk össze, hogy mire is jók ezek. Mind a két eszköz elsősorban azon PC játékosok számára lehet hasznos, akik játékaikat a Steam áruházból vásárolják, valamint már többször elgondolkodtak azon, hogy milyen jó lenne egy-egy játékot a nappaliban lévő kanapé a nagyképernyős tévén játszani. Most mindezt megtehetjük a Steam Link segítségével, anélkül, hogy a lakást behálóznánk különféle vezetékekkel. A Steam Link eszköz egy streamelő a PC és a TV között. A felhasználó a nappaliból kérheti a tartalmat, ami a hálózati kapcsolaton keresztül eljut a PC-re, majd onnan a kiszámolt képkocka és hanganyag visszakerül az eszközbe, amely így megjelenik a tévén. A játékok kényelmes irányítására pedig ott van a Steam Controller, amelyel már teljes lesz a konzol élmény. A Steam Controller jó néhány prototípust megélt, mire az asztalunkhoz ért, nézzük meg érte -e rá. Nagyon kellemes, igényes csomagolásban kapjuk meg a vezérlőt, amit könnyedén kiemelhetünk a dobozból. A Steam Controller mellé jár két darab ceruza elem és egy vezeték nélküli üzemmódot támogató USB csatlakozó, amit akkor kell használni, ha a vezérlőt vezeték nélküli üzemmódban szeretnénk használni. A doboz alján találjuk meg a kézikönyvet, ami az elemek helyes behelyezését ismerteti. Ezt érdemes mindenkinek átfutnia. A Steam Controller akár egy mikro USB kábellel is használható, így mellőzhetjük a vezeték nélküli módot. A Steam Controller végleges verziója gyroszkoppal és gyorsulásmérővel is fel lett vértezve. A vezérlés alapját az eszköz két oldalán található egy-egy érintés érzékeny padadja, mely a jobb felhasználói élmény érdekében erővisszacsatolást alkalmaz. A két szekció közül a bal oldalin egy kereszt alakú rész is kialakításra került. Mindezt jobb oldalon az ismert... XY AB gombok, bal oldalon egy analóg kar, illetve nem kevesebb, mint 10 darab tűzgomb egészíti ki. Az elemek behelyezése kicsit eltér a megszokottól, ezért röviden megmutatjuk azt. Először a vezérlő hasánál található takaró lemezt kell egy kallantyú segítségével eltávolítanunk, majd az útmutatásnak megfelelően a vezérlő bal, majd jobb felébe kell megfelelő polaritással behelyezni az elemeket. Ha sikerre jártunk, könnyedén visszatudjuk pattintani a takarólemezt, amely egyben két gombot is takar. A vezérlő a Steam gomb megnyomásával kapcsolható be. A kontroller mérete még két kis kézzel rendelkező játékosok számára sem lesz nagy. Kellemes a fogása. Az érintő padok nagyon pontosak, bekapcsolt állapotban pedig hangot adnak ki. Senki ne lepődjön meg az első használatkor. A ravaszok útja a megszokottnál rövidebb, ez okozhat meglepetést pár játéknál. Összességében azt mondhatjuk, hogy igazán kellemes kontroller lett a Steam megoldása. Persze, minden játék közben fog kiderülni. Ahogy a bevezetőben már említettük, a Steam Link egy lakáson belüli streaming eszköz, melyel akár a nappali kanapéján ülve is élvezhetjük kedvenc játékainkat, miközben az azokat futtató PC épp egy másik helységben duruzsol. A Steam Link hasonló dobozalással érkezik, mint a vezérlő, a minőségre így sincs panasz. A Steam Link motorjának a Volvo az első generációs Google Chromecast hardverét választotta az eszközbe, vagyis az egész rendszer egy Marvel harmada 1500 mini rendszer csipre épül, a wi pedig külső vezérlő biztosítja. Mind a mellett a rendszer memória kapacitása 512 MB, míg a beépített adattároló 4 gb -os. A Steam Link eltávolítása után találunk némi útmutatót, majd kicsit mélyebb rásva előbukkan a vezetéket rejtő csomag is. A dobozban találunk Ethernet és HDMI kábelt, valamint hálózati csatlakozót is. Ez utóbbi esetében a csatlakozó adapterek segítségével igazítható az adott ország szabványához. Maga a Steam Link tehát egy nagyon kellemes megjelenésű apró eszköz, ami szolidan megbújik bármilyen álvány vagy doboz tetején. A megjelenítőhöz való csatlakoztatás HDMI interfészsel valósítható meg, míg az adatfolyam továbbításához a dobozt Ethernet porton keresztül a routerhez vagy közvetlenül a PC-hez szükséges csatlakoztatni. Mindez legfeljebb 1080p felbontású, 60 Hz-es frissítésű megjelenítést biztosíthat, alacsony késlelés. Köszönöm, és mellett. A kiegészítőn három USB ajzat is található, ahova például billentyűzet vagy akár egy Steam controller is csatlakoztatható. A Wolf nem csak streamelőként akar a Stream Linkre tekinteni, így nemrég kiadtak egy Streamlinks Links SDK-t, amivel önálló applikációk is írhatók a termékre. Ezek egyelőre egyszerű formában, vagyis egy USB pendrive-on keresztül juttathatók el a Steam és úgy lesznek használhatók, hogy felmásolás után az eszközt először ki, majd azután be Kapcsolni. A kezdeményezés még eléggé gyerekcipőbe jár, de reméljük idővel ez változni fog.